Ez most egy mesélősebb videó lesz, mivel ez most nem egy utazásról szól, vagy pedig egyfajta kalandról, hanem inkább egy hangulatot szeretnék megörökíteni, aminek azt a címet adom, hogy Kunfehértói nyár. 2023 nyarán ugyanis többször Kunfehértóra jártunk strandolni, azóta mi strandoló helyünk. Kunfehértótól körülbelül 2 kilométerre található egy szikes tó, ami egy ilyen helyi jelentőségű fürdőhelynek számít. Az én számomra inkább gyermekkoromnak a balatoni nyaralásait idézi. Nagyon szép tó, tiszta a víz, jól kialakított partszakasz van, lejárós részekkel és homokos gyerekbarát részekkel. Semmi extra nincsen, csak a legegyszerűbb strandolós hangulat. És igazából tényleg ez a lejárós, leterített törölközős hangulat a kis büfékkel, kávékkal, hamburgerekkel, lángosokkal nagyon felidézi nekem a gyermekkornak a hangulatát. Ez itt a szüleim üdülője, itt Kunfehértón. Kunfehértó az egy kis falu itt Kiskunhalas és Jánoshalma között. Kiskunhalastól igazából kb. 10 kilométerre, és van egy nagyon frankó kis tó. És ide járunk most strandolni, amit hát Anna nagyon-nagyon élvez. Meg igazából mi is. Úgyhogy mostanában az a tipikus, hogy nagyon későn érünk vissza Szegedre, mert brutális hőség van, ma ilyen 38 fok volt kb. Úgyhogy mikor Anna felébredt délután, még nem indultunk el a nagy hőség miatt, és aztán elindultunk olyan, hát 3 óra körül, 3 óra előtt valamivel azért 4 óra tájékán értünk ide Kunfehértón az üdülőbe, de. És aztán nem voltunk a tónál, most már elmúlt 8 óra, többször voltunk benne a vízben, Anna nagyon jókat pancsolt, átúztuk a tavat oda-vissza, nagyon jó volt, és akkor most lassacskán készülünk és indulunk vissza Szegedre. Tehát szerintem 9:30 körül érünk haza, hogy Annának most igencsak kitolódik a fekvés. Ja, most még a papával paradicsomot szednek. Igen, szeditek a paradicsomot? Ügyes, vigyázz, úgy, azaz. Ó. Napszámosokkal leszedett. Igen. Brigivel együtt már korábban is voltunk. Még a házasságkötésünk előtt is ellátogattunk egyszer-kétszer Fehértóra, aludtunk is akkor szüleim üdülőjében, és velem nagyon élénken megmaradt, amikor eltöltöttünk egy-két nagyon kellemes nyári hétvégét a tóparton, matracot vettünk, és arról borogattuk egymást a vízbe. Ez már tetszik, Anna? Szia! Szia! Ez már tetszik? Hát eljöttünk Kunfehértóra, és most egy kicsit strandolunk is. De miután eljöttünk játszótérre, itt a strandon, így hajlandó volt fölvenni a fürdőruhát. A szüleim ők szinte napi szinten kijárnak, és ebben mi csatlakoztunk hozzájuk. Hosszú strandolós nyaralást nem terveztünk idén. Brigivel ugyanis babát várunk, Anna kis tesóját, és ezért nagyon nem lehet Briginek strandolni. Viszont Annában megvolt már erősen az az igény, hogy ő pancsoljon, ő strandoljon, ő ezt nagyon-nagyon szereti. És ezért nagyon sokszor arról is szóltak ezek a fehértói kiruccanásaink, hogy Anna azonnal rohant a vízbe, én persze vele. És aztán amikor elunta a dolgot, akkor kijött finomságért, elmentük a büfébe, és aztán utána vissza a vízbe. Tehát igazából nem is kifejezetten strandolás volt ez, hanem pancsolás, meg néha saralás. De mégis egy családi program volt, mégis együtt lehettünk. Számomra még egy különösen nagy értéket hordozott, hogy szüleim is csatlakoztak hozzánk, egy egészen nagy családos program alakult ez itt, papával, mamával és a Tomival. De mezitláb van, Anna? De mit így kötsz? Na figyelj, Anna! Ülj be a tutuba, jó? Csücsi be a tutuba, de nem állsz föl rá, hanem ülj bele. Mindjárt lesz innom sült krumpli, Anna, és aztán, hogy strandolunk egyet, jó? Anna, ne csináljad! Nézd, milyen finomság van itt. Pulporkos panini, meg sült krumpli. Fújjad! Anna, mit szeretné? Mit csináljunk? Menjünk a tóba. A papáik most nincsenek itt. De vannak itt a papáik. Most nincsenek itt a papáik. De. Na, ez milyen kávé?
espresso kávé. Kurva jó kávé. Adj egy kurva jó kávé. Mindjárt kapod te is. Mondom, ilyen szép vagy, ugye? Nagyon. Gyerekkoromban egyébként nagyon sokat jártunk Fehértúra. Kiskunhalasthoz ez nagyon közel van, ezért nagyon sokan, akik halasiak, azok kijárnak Kunfehértúra strandolni a nyáron. Ezek az emlékek sokszor visszaköszönnek. A keresztszüleimnek volt egy üdülője Fehértón, ami szintén egy ilyen nagy családi összejövetel helyszíne volt nagyon sokszor. Hiszen édesanyám testvére, aki Pécsen élt, és az ő családja, ők is nagyon sokszor eljöttek hozzájuk, és Kunfehértón szálltak meg ebben az üdülőben. És azért sokszor volt, hogy együtt strandolt a család Fehértón, illetőleg együtt találkoztunk keresztszüleimnek az üdülőjében. Egyébként manapság is szolgál valamilyen formában ez családi találkozó helyű, hiszen édesapámnak, az unokatestvérével és annak a családjával sokszor futunk össze ezen a strandon. Tényleg nagyon sok szálon kapcsolódik hozzá a családunk. Anna, ne így el! Ne, ne! Na, homokozd össze magad, úgy. Jó, összesarazod, azaz. Azaz. Nyomd körbe a fagyit, Anna, mert lecsöpök. Egy darabig most biztos nem fogok videót csinálni, de azt mindenképpen szerettem volna, hogy legyen egyfajta emlékem ezekről a nagyszerű napokról. És egyúttal, hogyha valaki nem ismeri Kunfehértót, akkor szívesen ajánlom, mert hangulatos, kicsit retro, és mindent megad, amit egy strandolós hétvégétől az ember szeretne. Anna, most már indulunk, jó? Na, megyünk haza. Véget ért a Kunfehértói szezon. Gyere, megyünk Szegedre, gyere kincs. Na, gyere. Nézd csak, Anna, a papa kinyitja neked a tutút, ülj bele. Gyere, jó. Gyere, ülj be. Tessék. Ülj be, és akkor hónap találkozunk, jó? Ja, úgy nem tudsz beülni, mert rálépsz a... A poncsódra. A poncsódra várjál. Így, és akkor most. Arra integessük. Hónap találkozunk. Igen. Szia. Hónap találkozunk. Szia. Szia.